Hagyományos anyagokból készítek hímes tojást. Régen természetesen nem voltak különböző festékek, ezért azt használták, ami volt, különböző természetes anyagokat. Mivel ugye a piros tojás húsvétkor a legfontosabb, hogy legyen, ugye krisztusi szimbólum a piros, milyen anyag volt télen a konyhában? Ugye a vörös hagyma, aminek a héját nem dobták ki, mikor főztek, hanem összegyűjtögették, nem így csinálták, mint én, vagy mi manapság, hogy a tojás kedvéért lehántjuk a vöröshagyma héját, hanem szépen összegyűjtötték, és aztán a tojást ezzel festették vörösre, ugye még ez hasonlít legjobban a piroshoz, amit a vöröshagyma héja előidéz. Nagyon érdekes egyébként, hogy a lila hagyma héja, kipróbáltam, közel sem festi olyan pirosra, vörösre a tojásokat, mint ennek a vöröshagymának a héja. Az a lényeg, hogy minél több ilyen vörös fellevelet tegyünk bele az edénybe, és együtt főzzük majd a tojással a hagymahéjat is. Célszerű egy éjszakát benne hagyni ebben a forró, színes lében a tojásokat, hogy minél sötétebbre színeződjenek. Persze hajdanában is kitalálták, hogy lehet kihímezni a tojást, feldíszíteni, és hát rajzolták mindenfélével, de az egyik legegyszerűbb módja, hogyha van elhasznált nejlonharisnya, akkor azt is ilyenkor húsvétra félre kell tenni, darabokra vágni, és akkor különböző növényi részekkel meg lehet díszíteni a tojásunkat. Mindjárt mutatom, hogy hogyan. Itt van egy ilyen nejlon, zokni. Fogunk egy tojást, és akkor mondjuk jön a pittypanglevél, szépen ráfektetjük így a tojásra, és becsomagoljuk így egy nejlonzokniba, hogy szépen elrendezve legyen rajta a levél. Ugye, ahol a levél ráfekszik a tojásra, ott nem fogja majd be a hagymahéj, mert ezzel a harisnyával rászorítjuk. Egyébként festett tojás húsvétkor már az ókor óta van, de a kereszténység után is megmaradt, ugyanis hát a tojás, az újjászületés, a megújulás szimbóluma, Krisztus feltámadásának is a szimbóluma, úgyhogy tökéletesen passzol a keresztény világhoz is. És akkor még amennyi hagymahéj csak van, azt mind ráteszem. A másik biztos húsvéti dísz az a tojásfa, ez Németországból és Ausztriából ered. Ilyenkor szerzünk egy jó ágat, vagy egy cseresznyevirágágat, vagy egy barackvirágágat, vagy egy aranyvesszőt, vagy barkát. Én most itt már ilyen bimbós orgonát találtam. Beállítjuk egy vázába, és a festett tojásokat, vagy bármilyen kis tojást, nekem ez tavalyról maradt, úgy van itthon, ezeket a kis üveg tojásokat felaggatjuk rá. És hát természetesen ugyanúgy a húsvéti díszeket is tegyük el minden évben, mint a karácsonyi díszeket, ne kelljen minden évben venni. Nekem most például nagyon jól jött ez a tavalyi csomag, mert esélyem nem lett volna venni. Ez olyan, mint a karácsony. Nem lehet túlzásba vinni a díszítést. Ázott egy jó ideig ez a kis hímes tojás, és akkor leplezzük le. Jihaj, te cuki! Oda nézzenek! Kis pittypang virágos. Nézzenek, milyen szép. Ugye, amikor vizes, akkor fényes, úgyhogy akkor azt az állapotot kéne megőrizni, amit régen szalonna bőrkével értek el. Nekem most nincs szalonna bőrkém, de olajjal ugyanaz a hatás lesz. Nekem a petrezselymes meg a virágosok a kedvenceim. Kezdjenek neki, nagyon gyorsan kész lesz.